Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ tájáról, minden tájáról, többek között az óceánon túró résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Én Szedlacsiknél Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nem több függetlenül. Én jelenleg irodai recepciósként dolgozom, és a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Mi Budapesten élünk a párommal, és házasságban. Azért kezdtem el itt tanulni, mert szerettem volna változtatni az akkori életemen, nem voltam elégedett, nem éreztem jól magam. Én kint dolgoztam akkor még Ausztriában, a vendéglátásban. Ez 2016-ban volt. Nekem nagyon megtetszett, hogy tanulhatok egy olyan szakmát, amivel nem csak a saját életemet rakhatom rendbe, hanem ezzel másoknak is tudok segíteni, és ez engem nagyon motivált. Számomra a Nyílt Akadémia képzései rengeteg tudást adtak, nagyon sikerült változtatnom önmagammal kapcsolatban, egyre jobban tudok bánni önmagammal, a párommal, az emberekkel a környezetemben. Igyekszem a gondolataimat is formálni. Hát néha előfordulnak nálam is a negatív gondolatok, és itt Szedlacsik Miklós tanításai által képesek vagyunk ezeket is kordában tartani. Nagyon sok megértést kaptam a képzések által, mi miért történik és miért érdemes tenni. Nagyon sokat köszönhetek Szedlacsik Miklós mesterkósnak, hogy most az vagyok, aki vagyok. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkós és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen olyan személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudja hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a menyemnek a bemutatást. Kezdjünk is hozzá, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, nem? Mi baj van a jelenlegi világgal? Hazug, korrupt. Minden úgy működik, ahogy nem kell. Minden úgy működik, ahogy nem kell? Rossz hangulatú. Rossz hangulatú emberek vannak? Jó. Hát egy érdekes világot élünk, nem? Itt az elmúlt pár évben. Hát most már minden bejött, amit előre mondtam. Az a helyzet, hogy ugye minden bejön abból, amit mondok, vagy fogok mondani. Sajnos, vagy hála Istennek. Na most, ugye hallottátok, hogy mennyi a, nem tőlem, hanem hogyha a médiát nézitek, hogy mennyi a, csak bögdösítek az antenna a kezemet, és hogy mennyi az infláció Magyarországnak. Tudjátok, mennyi az infláció Magyarországon? Dehogy nem, hát a média beszél róla. A hivatalos 8%. És nem tudom, tudjátok-e, hogy az USA-ban mennyi az infláció? Hivatalos. Nem tudjátok?
nem most néztem meg. Direkt rákérdeztem, hogy USA infláció, és kiadott egy olyan cikket, hol azt írták, egy mostani cikk, ez egyébként most a napokban jelent meg, hogy 7,9%-ot az infláció. Na várjál! Na most ennek kapcsán, ugye azért néztem ezt meg, ezt a cikket, mert kíváncsi voltam rá, hogy mennyi az USA-ban az infláció, mert ugye azt tudom, hogy a magyar inflációval kapcsolatban szó szerint hazudnak. Tudod miért? Mert megnéztem azt is, hogy mivel az inflációs adatok azok egy évre vonatkoznak. Oké? Tehát azt mondják, hogy az infláció az előző egy évhez képest ugye olyan 8%. Aha, igen, de megnéztem azt is, hogy mennyit romlott a forint a dollárhoz képest az elmúlt egy évben. 26,7%-ot romlott a dollárhoz képest. Ami azt jelenti, hogy adjuk össze a 26,7%-os forint romlását a dollárhoz képest, plusz a 7,9%-os amerikai inflációhoz adjuk össze. És kijön, hogy a magyar infláció az 30, mennyi? 35%. Én azt mondtam, hogy szerintem olyan 40% az infláció. És azt hazudják, hogy Magyarországon 8% az infláció. Tehát a dollár romlott ugye egy csomót, megnéztem, még azt is meg lehet nézni, mert mi a standard? Az arany. Tehát a dollárt meg kell nézni az aranyhoz képest, érted? Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Amerikában van infláció, akkora, bevallottan akkora, mint nálunk durván, és a forint a dollárhoz képest romlott 26,7%-ot egy év alatt. Oké? Tehát ha ezt a két összeg össze van adva, kijön, hogy Magyarországon a tényleges infláció az 35%. Ugyanis a pénzromlás, utána tudsz nézni, a pénzromlás az mindig inflációt jelent. Oké? És néztem egy olyan adatot is pont ma, hogy a pénzek mennyit romlottak az aranyhoz képest az elmúlt 100 évben, bocsánat, az elmúlt 100 évben. Tudod, hányadára zsugorodtak a pénzek értéke az aranyhoz képest az elmúlt 100 évben? A legjobb pénzek is 90-valahány százalékos romlást produkáltak az aranyhoz képest. A forint az majdnem nullához, majdnem nulla az aranyhoz képest, érted? Amennyit romlott. Tehát mit tudom én, 90 akárhány, ilyen 98-99%-ot. Érted? Annyit romlott a forint a dollárhoz képest százalékban, mint mondjuk a yen. Csak a yen sokkal korábban, még a yen a 40-es, illetve a 30-as, 40-es években romlotta azt azt a nagy romlást, a mi pénzünk pedig a 70-80-90-es években romlott a legnagyobb mértékben. Jó? De most mondom, a dollárhoz képest 26,7%-os romlásunk van. Na most ezt miért kellene tudni? Azért kellene tudni, mert az a jövedelem, amit jelenleg produkálsz, az szart sem fog érni, bocs. Oké? Ezt előre tudnod kellene, hogy addig cselekedj, míg nem ég a ház. Oké? Tehát a kutat akkor kell kiásni, mikor még nem vagy szomjas. Világos ez? Ha már megszomjaztál, és akkor kezdesz kutásáshoz, akkor szomja halsz, mire kiásod. Világos ez?
Tehát egyébként ez egy mondás, hogy a kutat akkor kell kiásni, amikor még az ember nem szomjas. Jó, tehát egy olyan világ felé megyünk, ahol ebben a cikkben, ahol a dollárról olvastam, illetve az amerikai, illetve nem a dollárról olvastam, hanem az amerikai inflációról olvastam, ott tudod mit írnak? Azt, hogy ez már hiperinfláció, ami van. Tehát ez nem infláció, ez már hiperinfláció. És úgy megvagytok etetve, mint a mit tudom én micsoda, most nem jutott eszembe, hogy mit mondjak. Érted? Szó szerint. Tehát ha nem, itt vagyunk az elején ennek a hiperinflációnak, ami azt jelenti, hogy ugye elkezdődött ez a fajta működés 2020-ban. Nem a Covid miatt. Ha te azt hiszed, hogy a Covid miatt alakult ki ez az infláció, ez a pénzromlás, meg ez a gazdasági visszaesés, akkor nagy tévedésbe vagy. Tehát nem a pénzromlás miatt, ez már 2017. szeptemberétől már úgy volt ilyen kényszeresen fenntartva, hogy még próbálták odázni a gazdasági visszaesést, illetve a pénzromlást. És sikerült odázni 2019 év végéig, 2020 év elejéig, és akkor valamit ki kellett találni, hogy mert hogyha nem lett volna Covid, és bejött volna ez a gazdasági válság, akkor minden országban a kormányt hibáztatták volna. És abból óriási lázadások lettek volna mindenütt, lázongások, és ami azt jelenti, hogy egyszerre lettek volna lázongások, és abban nem tudtak volna mit kezdeni, ezért ki kellett nekik találni valamit, hogy a lakosság ne a kormányra fogja a gazdasági visszaesést, a gazdasági problémákat, a pénzromlást, az inflációt, hanem egy nem kézzel fogható dologra. Világos ez? És ugye de tudjuk jól, hogy azt, tehát egy vírust nem lehet sokáig indokként felhasználni, mert hát akkor mire van az egészségügy? Mire vannak a kutatások? Érted? Azt tudni lehetett, hogy csak ideig, óráig lehet arra hivatkozva fenntartani a dolgokat. És most ugye mire hivatkoznak? A háborúra. Egy olyan dologra hivatkoznak, ami mindig hasznot hozott azoknak az országoknak, akik nem vettek részt benne. Oké? És mindig a háború, az a fegyvereladások miatt, meg olyankor nem csak fegyvert lehet eladni, hanem nyersanyagot is. Mert ugye háborúban fokozott nyersanyag szükséglete van az országnak. Ezáltal ugye el lehet adni az országnak a nyersanyagot drágábban. Oké? Mert kénytelen megvenni a drágább nyersanyagot. És ezért akik nyersanyagot árusítanak országok, vagy akár élelmiszert, ha nem tudnak termelni abban az országban, élelmiszert, ahol háború van, akkor azok nagyon nagy hasznot generálnak a háborúból. És nem csak ebből, tehát nem csak élelmiszer, nem csak nyersanyag, hanem fegyver a harmadik. A fegyver a harmadik terület, amiből nagy hasznot tudnak generálni az országok, eladják ezeket a dolgokat. És azért gondolkozzunk, hogy itt vagyunk mi magyarok, mi képesek vagyunk arra, hogy ebből a háromból mit adjunk el. Hát nyersanyagot nem, fegyvert igazából nem, élelmiszert nem. Oké? Magyarország képes lenne 30 millió embert élelmezni. Oké?
Tehát, ami azt jelenti, hogy egy háborúnak nem kéne gazdasági visszaesést okozni. Érted? Hanem gazdasági növekedést kellene okozni azoknál az országoknak, akik fegyverkereskedelemmel foglalkoznak, nyersanyagkereskedelemmel foglalkoznak, vagy élelmiszerkereskedelemmel foglalkoznak. Oké? Na most ugye az is probléma egy olyan országban, ahol háborúznak, hogy nem elég az, hogy ugye a földeken nem tudnak dolgozni férfiak, mert hát ugye be kellett vonulni katonának, hanem ugye az is problémát jelent, hogy olyankor hát lehet, hogy föltúrják a földet, érted? Mert fogják és mit tudom én, nem az úton mennek a járművek, hanem keresztbe kasul, akármin keresztül, érted? A harci járművek természetesen. Tehát ami annyit jelent, hogy az egész, amit te hallasz arról, azzal kapcsolatban, hogy infláció, meg gazdasági visszaesés, amögött ténylegesen nem az van, mint amit mondanak, és nem azok az adatok szerepelnek, mint amit mondanak. Tehát itt van már, ugye, ha megnézzük, ugye a bármilyen inflációs adatot mondanak, azok nem ma máról szólnak, hanem egy pár hónappal későbbi adat, mert mire az adatokat összegyűjtik, stb. Az idő. Ami azt jelenti, hogy ha megnézitek nálunk Magyarországon, ugye most akkor ki lehet számolni, hogy 35%-os az infláció az elmúlt egy évben, ha a tényleges adatokat nézzük. De ez nem már az utolsó 1-2-3 hónapról szól, hanem az előtti időszakról. Ami azt jelenti, hogy ha megnézed ezt az 1-2-3 hónapos időszakot, én ugye hetente egyszer szoktam most menni boltba, és mindig van áremelés hetente. Érted? Tehát egyszer azért látom, mert hetente egyszer megyek vásárolni. És látom a boltokban, élelmiszer boltról van szó, és látom azt, hogy hetente emelkednek az árak. És ezt tavaly még nem láttam. Tavaly nem volt ilyen? Ez most az elmúlt három hónapban van ez, hogy hetente emelkednek az árak. És ez a tapasztalatom? Ami annyit jelent, gondold végig, hogy a mostani infláció már nagyobb akkor ezek szerint itt Magyarországon, mint az elmúlt, mit tudom én, 15 hónappal ezelőtt, vagy 16 hónappal ezelőtt indult inflációs adatokat nézünk. Jó? Tehát mint ami mondjuk februárig vagy márciusig voltak inflációs adatok. Tehát, és ugye nyilvánvaló, hogy a most megnövekedett, az elmúlt három hónapban megnövekedett infláció, az ugye, mivel az inflációs adatok az egész évig tükrözik, ezért még nem valós adatokat fognak mutatni, csak azt fogják mutatni, ha mondjuk három hónap múlva nézzük a mostani inflációs adatokat, hogy mit tudom én, mondjuk 2%-kal nagyobb az infláció. Érted? Mert abból a 12 hónapból mondjuk 9 hónapban alacsonyabb volt, és csak 3 hónapban ugrott meg. Érted? Tehát csak ezeket át kellene látni, és azért jó, ha az ember tudja ezeket. Tehát van egy olyan fajta dolog, amit tanulunk. Ugye tanuljuk azt, hogy mennyire fontos, hogy az ember reálisan lásson dolgokat. És mennyire fontos az, hogy ne pesszimista legyen, hanem optimista. Oké? Tehát ez mind a kettő fontos. Ez egy alaptulajdonság kellene, hogy legyen az embernél, hogy optimista és realista. Tehát a realista azt jelenti, hogy reálisan látja a dolgokat, és nem hagyja, hogy az érzelmei közbeszóljanak és elvigyék.
Oké? Okay? Tehát ilyennek kellene lenni egy embernek. Ezen kívül még van több tulajdonság, amivel rendelkezni kellene, de ezek között a nagyon fontos tulajdonságok között ez a két tulajdonság is nagyon fontos. Oké? Okay? De most ez a két dolog a legtöbb embernél ellentétben áll egymással. Tehát egy ilyenfajta előadásnál ugye azt mondanák, hogy milyen pessimista ez a Miklós. Ez nem pessimizmus. Ezek reális, mostani adatok. A pessimizmus az lenne, hogy ebből jaj, nincs kiút, jaj, mi lesz velünk. Na ez a pessimizmus. Érted? De van kiút. Meg kell növelned a bevételeidet. Mind, ez egy alapszabály. Tudod, hány évvel ezelőtt tanultam? 98-ban tanultam ezt, számolt ki hány évvel ezelőtt volt. 24 évvel ezelőtt tanítottak nekem már ilyet, hogyha anyagi szempontból visszaesés van, nem úgy értve, hogy kevesebbet keresel, nem, hanem úgy, ha pénzed értéke. Tehát az is számít, hogyha kevesebbet keresel, nyilván, de az is számít, hogyha pénzed értéke kisebb. Akkor egyszerűen egy dolgot tehetsz, keres több pénzt. Világos ez? Nincs más út. Nincs más út, hogy gondolkozzunk optimistán, és hát ha megnövekszik a jövedelem, vagy hát ha lecsökken az infláció. Érted? De az infláció szarik arra, hogy te optimista vagy-e vagy sem. Érted? Bocs, hogy ezt kell mondanom. De szó szerint értheted. Tehát azért beszélek ilyen, néha ilyen csúnya szavakkal, hogy felfigyelj. Érted? Mert lehet, hogy ha szépen mondanám, akkor nem figyelnél rá. Tehát nincs más megoldás, növelni kell a jövedelmedet. Érted? Lehet megint optimista az ember, de hát egy olyan világ felé megyünk, ahol nem is kell, nem is lesz jövedelem, meg nem lesz pénz, meg stb. Stb. De az nem most van. Érted? Most egy olyan világban élünk, ahol most kell tenni azért, hogy legalább az életszínvonalad a szinten maradjon. De avval is van egy gond. Ha az életszínvonalad szinten marad, akkor az már a visszaesés kezdete. Érted? Valakinek megy a Skype-on a mikrofonja. Ellenőrizzétek le. Jó, tehát az a visszaesés kezdete. Tehát van nekünk egy olyan képzésünk, hogy növekedés coach. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. A növekedés coachban például benne vannak ilyenek, hogyha az életszínvonalad növekszik, akkor mit kell tenni? Hogyha az életszínvonalad éppen fellendülőben van, akkor mit kell tenni? Ha az életszínvonalod stagnál, vagy enyhén esik lefele, ugyanaz a statisztikája a stagnálásnak és az enyhén lefele ívelésnek, akkor mit kell tenni? Konkrét lépések, hogy mit kell tenni. Akkor, hogyha hirtelen zuhan az életszínvonalad, mit kell tenni? Akkor, ha belekezdesz valami új dologba, az is egy növekedési állapot, akkor milyen lépéseket kell tenni. Tehát ezeket mind tanuljuk. Ezeket nem sokan tanulják a világon, de nálunk ez tanítva van. Ami annyit jelent, hogy ha csak azt éred el, hogy az életminőséged, az életszínvonalad szinten maradjon, már bajba vagy. Érted? Az egész életed során bajba vagy, ha nem növeled mindig egy kis mértékben az életszínvonalad. Világos ez? Tehát nem azt mondom, hogy kell nagy mértékben, mert a hirtelen nagy mértékben növekedés okozza a legtöbb problémát. Akármilyen hihetetlen. Tehát az igényel a legeslegnagyobb odafigyelést, ha hirtelen megnövekszik valakinek az életszínvonala. Tehát ha
azt meg tudod csinálni, hogy apró lépésekkel az életszínvonalad növekedjen, már jól vagy. És kénytelen vagyok azt mondani, hogy az életszínvonalad, mert nem tudom azt mondani, hogy a jövedelmed. Mert a jövedelmed mondjuk emelkedik 15%-kal, és van egy 30%-os infláció, akkor 15%-kal kevesebb az életszínvonalad. Világos ez? Nem is beszélve, ha nem 30% az infláció, hanem 35%, ami már van, hivatalosan mondhatjuk. Mondom, utána tudsz ezeknek az adatoknak nézni. Megnézed dollár-forint árfolyam, hogy alakult az elmúlt egy évben. Megnézed azt, hogy az USA-ban mennyi a hivatalos infláció. Nehogy azt higgyétek, hogy én ezeket kitaláltam. Oké? És ez nem elkeserítés. Tehát ha az ember nem tudja, hogy milyen világban él ténylegesen, akkor nem is tud tenni azért, hogy jobb legyen. Érted? Világos ez? Tehát itt te nem számíthatsz senkire, csak saját magadra, vagy nyilván, hogy családban élsz, akkor a családodra. Érted? Mit jelent a családod? Akikkel együtt élsz. Azokra számíthatsz, akikkel együtt élsz. Világos ez? Miért? Mert azokkal vagy egy kasszán valószínű. Vagy azokkal vagy úgy, hogy közösen gazdálkodtok. Érted? Tehát az nevezhető családnak és együttélésnek, amikor emberek a pénzügyi szempontból összedobják és együtt gazdálkodnak. Világos ez? Tehát, hogyha a gyereked elköltözött tőled, és már külön gazdálkodik, akkor az már egy külön család. Világos? Csak hogy ezt se keverjük össze a szezont fazonnal, mert lényeg az, hogy azok az emberekre számíthatsz tehát, akikkel együtt gazdálkodtok. Világos ez? No, tehát ezáltal kire számíthatsz? Magadra, férjedre vagy feleségedre, ha már van dolgozó gyereked, és még együtt él veled, akkor esetleg ő, kész. Ennyi. Világos? Tehát neked kell megoldani. Na most, ha az embernek tudása van, lehet akármilyen gazdasági helyzet. Én megéltem 36%-os inflációt a 90-es években. A 90-es évek közepén. Oké? Akkor volt ugye egy pár évig ilyen kiemelkedő, kiugró infláció. De akkor se volt olyan, hogy hetente mentél boltba, és árnövekedést láttál. Nem volt ilyen. Tehát a 90-es években, 93, 94, 95, 96, akkor volt a csúcs infláció hivatalosan Magyarországon. Egyébként most sokkal magasabb, biztos vagyok benne, mint akkor volt. Mindegy, de én nem láttam olyat, de nem csak én, senki akkor élőtt, hogy hetente emelkedtek az árak. Oké? Sőt, én egyszer látom hetente az áremelkedést, mert egyszer megyek boltba, de ha valaki lehet, hogy sűrűbben jár, akkor hetente többször is látja az áremelkedést. Tehát ezt most miért mondom? Mert én abban az időszakban is meg tudtam csinálni azt, hogy jövedelem, tehát életszínvonal növekedést csináljak. Érted? Tehát nem csak. Tehát bármikor infláció volt az elmúlt években, ugye volt még egy nagy inflációs időszak, ez a 2008, emlékeztek? Ott se vallották már be a hivatalosan az akkori inflációt. És lényeg az, hogy nagyon érdekes, mert 93, 94, 95, 96 környékén volt a kiemelkedő infláció, akkor új üzletbe kezdtem. 98, 99, 2000 környékén volt a másik nagy infláció, ami nem, kisebb volt hivatalosan, akkor is új üzletbe kezdtem. Érted? Most nem kell új üzletbe kezdenem, most növekedésbe kell kezdenem. Érted? Amit el is kezdtünk. Oké?
Tehát hogyha valakinek vállalkozása van, akkor növekedés. Én profilt váltottam. Oké? Tehát mind a kétszer profilt váltottam, most nem váltok profilt. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy ha az ember ismeri a játékszabályokat, a gazdasági játékszabályokat, akkor tud hozzá alkalmazkodni. Ha az ember hagyományos emberként él, átlag emberként, akiknek ugye se az élettel, se a gazdasági dolgokkal kapcsolatban nincs tudásuk, akkor az ember hát lehet, hogy gondot okoz a saját magának és a családjának. Jó? És akkor ugye én mit javaslok mindenkinek ezzel kapcsolatban? Hát nézzük, mit javaslok. Tehát ugye ezt már láttátok, de azért megmutatom. Ugye, pillanat. Na. Oké? Nem ez kell. Miért nem megy? Jó, ja, mert nincs bekapcsolva a billentyűzetet, most már megy. Jó. Tehát, mire van, mik a létszükségletek? Jó? Visszaveszünk még egy kicsit ebből. Jó, mik a létszükségletek? Hát, hogy tudjál levegőt venni, nem? Ez elég létszükséglet, nem? A víz létszükséglet? Az is. Mi még? Kaja? Tehát ennivaló létszükséglet? Az is. Kapcsoljuk ezt is be, nem? Hogy álltok a hőmérséklettel? Meleg van? Én is úgy látom. Jó, meleg van, akkor? Jó, bekapcsoljuk. Pont jó? Jó. Nekem több van vagyok. Igen? Jó, és akkor csináljunk egy ilyet. Jó, és akkor kapcsoljuk be. Remélem. Jó. Jó. Minimumon van. Aha, igen. Jó. Csak utána lelassul az. No, szóval. Szóval, mi a megoldás? Hol tartottam? Létszükségletek. Ja, mik a létszükségletek? Tehát ott tartottam, hogy, ennivaló. Mi még a létszükséglet? Ruha. A ruha, így van, az létszükséglet. Mi van még létszükséglet? Hát a fedél a fejed fölött. Most az milyen formában, hogy saját tulajdon vagy bérelt, ebből a szempontból mindegy. Tehát, hogy legyen. Tehát gyakorlatilag ezek a létszükségletek, nem? Amit úgy meg kell teremteni, meg kell venni. És ez, jó, ebből van, ami nem kell megvenni, mert a levegőt az hála Istennek azért még nem fizetünk, még nem szerelték ránk így ilyen légmennyiségmérőt, érted, hogy azt is mérjék, mert lehet, hogy afelé megyünk, hát gondoljátok végig, hát mi itt szétbarmoljuk a vezetők szerint szétbarmoljuk a légteret, érted? Hát akkor hát fizessünk azért, hogy ők rendbe teszik, nem? Már előbb-utóbb, mint ha elfelé mennénk. Hogy ugye most az egész emberiség az egész légteret szétbarmolja, érted? Hát mármint úgy értve, hogy a légkört szétbarmolja, hát akkor ők meg megcsinálják, hát ők a nagy megmentők, megcsinálják, akkor nyilván fizessünk azért is, hogy, vehessünk esetleg oxigént. De ötletet ne adjunk nekik azért, így van. De akár mehetnénk most efelé is, nem? Ahogy jobban megnézzük. Szóval lényeg az, hogy hát remélem ez nem lesz, de a többiért azért fizetni kell, hát a vízért is. Ugye a legtöbb embernek fizetni kell, az ivóvízért biztos, ha másért, de hát másért is kell, mert ha, mondjuk olyan szivattyúja van, ami elektromos, akkor az áramért fizet, hát mindegy. Hát ez így van, tehát gyakorlatilag a vízért azért már fizetni kell. És onnantól kezdve, hogy víz, minden légszükségletért fizetni kell, nem? Na most, mi lenne még a légszükséglet? Nem. Az, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban éljen, nem? Vagy az nem légszükséglet? Tehát az a légszükséglet, hogy, mondjuk zaklatottan éljük az életünket? Vagy az a légszükséglet, hogy,
hogy idegbetegként élje az ember az életét? Nem. Nem ez a létszükséglet, nem? Tehát az lenne a létszükséglet, hogy békében, szeretetben, boldogságban élje az ember az életét. Na igen, ám de ehhez mi kell? Hát ez az, amit úgy hívnak, hogy tudás. De hiába van tudás, ha nem használod. Érted? Tehát nem csak tudással rendelkezni kellene, hanem gyakorlatba átvihető tudás és a gyakorlatban hasznosítható tudásra van szükség, nem? Tehát nem egy elméletre. Hát most megnézed, ott van például a bibliai tanítások, a Bibliából, nem becsbérlem le a Bibliát, most ne értsétek félre, de abban gyakorlati tudás van benne. Elméleti tudás van, érted? Hol vannak benne a módszerek? Mondja, hogy ne lopj, aha, meg ne paráználkodj, és akkor valaki éppen ezt csinálja, akkor hogy váljon ellentétessé? De ez nincs benne a Bibliában, hogy kössé csomót a parázlálkodó szervedre, érted? Az nincs benne. Vissza kell lenni a 7-től az 5-dik, 3-dik volt a módszer. Szóval lényeg, hol vannak a módszerek benne? Ott van egyébként a hegyen. Hol? Tehát azt könnyű mondani az embernek, hogy legyél ott, és hogy jussak oda el? Tehát én most itt vagyok, és nem ott. Érted? Tehát ugye az embereknek kellene módszer. Ha nincs a tudáshoz módszer, akkor mi fog történni? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek úgy élik az életüket, hogy az a módszer, amit a szüleiktől láttak. És akkor a szülődnek az volt a módszer, amit a nagyszüleitől láttak. Érted? És akkor így élik az életüket. De hát azóta megváltozott a világ. Hát most gondold végig, ha te az én korosztályom vagy, akkor visszaemlékszel arra, hogyha valaki akkor elvált, arra szó szerint ferdeszemmel néztek. Tehát mikor gyerekek voltunk, érted? Ha valaki elvált, akkor onnantól kezdve mondhattuk azt, hogy kiközösítették. Érted? Mert elvált. Ez fiataloknak most lehet furá hangzik. De tényleg, mikor mi voltunk gyerekek, azok, akik elváltak, azokat kiközösítették, vagy újjal mutogattak rá, és kibeszélték, hogy ő egy elvált. Érted? Szó szerint értsd. Tehát akkor nem változott meg azóta a világ. Most meg az a természetes dolog, hiszen a párok nagy része elválik. Oké? Nem változott meg a világ? Ugyanolyan világban élünk, mint akkor? De nem műszaki dolgokban nézzük a világ változását, hanem fejben, gondolkodásban. Hiszen nem azért boldog az ember, mert ért a műszaki dolgokhoz. Az nem boldogít. Hanem akkor mikor boldog az ember, nézzük meg. Itt van 10 terület. Ha ezzel a 10 területtel jól bánsz. Tehát jól bánsz önmagaddal, jól bánsz a pároddal, jól bánsz a szüleiddel, a gyerekeddel vagy gyerekeiddel, másokkal, a munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Tudjátok, hány olyan emberrel beszéltem én életemben, aki például nem volt jó viszonyban a gyerekeivel? Vagy a gyerekével? És szerinted boldog volt? Ki van csukva? És csak egy példát mondtam. És hány olyannal találkozhattál te is, aki a párjával nem volt jó viszonyban? És szerinted boldog volt? Ki van csukva?
hány olyan emberrel találkozhattál, akinek nincs elég pénze? És szűkölködik. És szerinted boldog a mai világban, ha nincs elég pénze? Nyilván a pénz az nem boldog itt, azért jó, ha van, nem? Tehát hogyha választhatnál, hogy legyen elég pénzed, vagy ne legyen elég pénzed, melyiket választanád? Hát inkább azt, hogy legyen, nem? Ha bolond lenne az ember azt választani, hogy ne legyen. És ugye végig lehetne nézni ezeket a dolgokat, hogy láttál már olyan embert, akinek hatóságokkal gondjai voltak? Hát biztos, hogy hallottál ilyenről. És az boldog tud lenni? Hát ki van csukva? Érted? Tehát itt van 10 terület, ami nem olyan, mint ezelőtt 100 évvel, vagy 50 évvel. Érted? Nem olyan. Megváltozott. Nem a műszaki dolgok miatt. Bár ebbe nagy mértékben közrejátszott, tudod micsoda? Nem a műszaki dolog. A fogyasztói társadalom és a kizsákmányolás. Az emberek kizsákmányolása. Hogy minél jobban ki tudják zsákmányolni az embereket. De szó szerint értsétek ezt. Tehát lassan már visszatérünk a vad kapitalizmus működéséhez. Szó szerint. Érted? Ahol végletekig kiszipolyázták a dolgozókat. És lassan megyünk afelé, lépésről lépésre, ha jobban megnézed. Tehát én például olyan munkahelyen dolgoztam, az első munkahelyemen, ahol soha nem kellett többet dolgozni 8 órára. Ez a 80-as években volt. Érted? Tehát senki nem kényszerített arra, hogy túlórázzak. Senki. Érted? És nem is kényszeríthetett. Tehát ahhoz képest, az egész jó változás történt, gondold végig. Egy csomó olyan munkahelyről, tehát alkalmazottról tudok, aki munkahelyen dolgozik, az szó szerint kényszerítik arra, hogy bent legyen és dolgozzon. És ha nem akarna dolgozni, akkor könnyen azt mondják neki, semmi gond, menjél, majd keresünk helyetted olyat, aki szívesen dolgozik többet. És akkor a nyugati országokról még egy szót sem beszéltem, ahol kiment egy magyar és nyugaton dolgozik, hogy ők mennyit dolgoznak. Még egy szót sem szóltam. Oké? Tehát akkor változott a világ, vagy nem változott a világ? Tehát de miatt, mert az embereket sokkal jobban kizsákmányolják, mint az elmúlt mennyi? Azt mondja mondjuk 50-től, az hány 70 éve, mint az elmúlt 70 éve. Tehát az elmúlt 70 évben soha nem zsákmányolták ki az embereket annyira, mint most. Oké? És hát lett egy óriási fogyasztói társadalomhoz kapcsolódó másfajta működés. Ahol egy számít, hogy te minden áron minél több pénzt költsél el. Ez a fogyasztói társadalom lényege. Érted? És lehetőleg mondjuk herdálj, oké? Vagy sokkal többet vásárolj, mint amire szükséged van. Azért, mert itt felírtam én magamnak valamit. Ja igen, na, ezt is itt elmondom, ezt fölírtam magam, eszembe jutott, hogy fölírtam magamnak, hogy valamiről fogok beszélni itt az első részben. Régiek emlékeztek arra, amikor arról beszéltem, hogy még a Gyurcsány kormány kötött egy megállapodást Izrael állammal, hogy beköltözhessenek ide az izraeli állampolgárok.
Emlékeztek? Erről sok régen beszéltem erről. És azt úgy, arról is beszéltem akkor, hogy ezt az Orbán kormány ratifikálta, tehát ami azt jelenti, hogy érvényben tartotta. És de ennek ugye az volt a feltétele, hogy itt a beköltözés során olcsón tudjanak ingatlant vásárolni. De hát ugye emlékeztek, hogy mit mondtam ahhoz, hogy mi kell? Ahol nagyon olcsó forint kell. Megyünk e felé. A forint folyamatosan romlik. És ugye arról is beszéltem, emlékeztek, hogy három ország nem akar eurozónába kerülni. Az egyik a csehek, a másik a lengyelek, a harmadik meg a magyarok. Miért? Ezt is mondtam annak idején. Emlékeztek? Ugyanabból az okból, hogy lehessen pénzt rontani. Világos ez? Mert ha saját valutájuk van az országoknak, akkor lehet rontani a pénzt. Miért kell rontani a pénzt? Azért kell rontani a pénzt, hogy akiknek más pénzük van, ami közel nem romlik úgy, azoknak olcsó legyen az az ország. Világos ez? Miért olcsó? Hát most ne a idegenforgalomra gondoljatok, hanem a vásárlásokra, a befektetésekre, vásárlás, befektetés. Érted? Elsősorban ugye ingatlan. Ugye azt is mondtam, hogy tudjátok, hogy ugye hatalmas építkezések folytak Magyarországon. Rengeteg irodát építettek. És ugye mindig a lakosság kérdezhette, hogy mi a Manónak ennyi irodaház? De nem tudom, ugye azt is mondtam, hogy tudjátok, hogy az irodaházakat már úgy csinálták, hogy könnyen át lehessen alakítani lakásokká. Tehát lakóházokká. Így van. Na most, vajon miért nem engedték, hogy az arabok ide jöjjenek? Mert gondold végig, hogy az izraeliek nem azért akarnának idejönni, hogy megint az arabokkal közösködjenek. Világos ez? De ehhez ki kell alakítani azt a környezetet, érted, hogy megérje nekik idejönni. Most ez a környezet kialakítás már elég nyilvánvalóan látszik. De azóta is nagyon-nagyon sokan beköltöztek közülük. Érted? Tehát ez nem probléma, mert százszor jobb, hogyha fehér izraeliek beköltöznek, mint barna Izrael melletti országból jövők. Érted? Azok, mert legalább az izraeliek azok dolgosak. Érted? De lényeg az, hogy ugye miért kell azt elérni, hogy a magyarok meg kiköltözzenek innen, mert ezzel ezt akarják elérni, hogy minél több magyar kilátástalannak lássa a magyarországi életet. Hogy minél többen, ugye már több százezren kiköltöztek, ugye annak jó része véglegesen. Hát miért? Hogy minél több ingatlan legyen eladó. Világos? Tehát, hogy be lehessen költözni. Tehát mit mondtam annak idején? Hogy tönkre kell tenni egy népet, utána be lehet jönni megmentőként. Érted? És ők be tudnak jönni majd megmentőként. Oké? Tehát azzal ugye nagyon nagy baj nem is lenne, akik visszajönnének, érted? Mert akiknek van kötődésük mondjuk Magyarországhoz, vagy Lengyelországhoz, vagy Csehországhoz, mert ugye mindenütt ott volt zsidó üldözés.
És ha azok visszajönnének, az a nagy baj nem lenne, mert van magyar, vagy magyar, cseh vagy lengyel kötődésük, érted? De azoknak, akiknek nincs, azok egyet akarnak majd csak kizsákmányolni az ittenieket. Világos ez? Ugye te kint éltél? Így van, te kint éltél Izraelbe, és tudod, hogy bevezették a magyar nyelvoktatást az iskolákban. Hogy az új hazában majd boldoguljanak. Így van. Így van. Így van. Tehát, hogy lássátok már előre, hogy mi van itt készülőben, érted? Mi felé megyünk? Ez a realitás. Ez nem pessimizmus. Tény, hogy Gyurcsány kormány idő alatt aláírták ezt a szerződést. És tény, hogy utána az Orbán kormány megratifikálta. Ez tény. Mit gondolsz, miért kellett neki többször kilenni, mint a többi államfőnek Izraelbe? Az EU-ból? Szinte havonta járt Izraelbe Orbán. Vajon miért? Hát, hogy gyorsítsák a folyamatokat. Na most gondold végig, van ez a fajta, ugye erről is beszéltem, már erről nemrég beszéltem, hogy van ez az ástop benzinkutaknál, élelmiszerbe, energiákba, és ugye ennek lehet most egy következő lépése, hogy a cégeket, pont azokat, akiket ugye ez az ástop eddig érintett, pont azokat még akarják tovább sarcolni, meg még további cégeket is. Az azt jelenti, hogy tehát a profitból még több adót kifizetni. És annak mi lesz ugye a következménye? Hát vagy az, hogy leállítja az üzletágát, a magyarországi üzletágát, ami nem azt jelenti, hogy kivonul, csak fogja és azt mondja, hogy jó, akkor megállunk. Így van. És majd ha normalizálódik a helyzet, akkor visszaindulunk. Vagy fogja és, mint amit sok cég már megcsinált, kimegy Magyarországról. Érted? De azzal megint mit érnek el, ha kimegy? Hát azt érik el, hogy kevesebb alkalmazott lesz. Tehát több olyan ember lesz, akinek segélyt kell adnia. Tehát magyarul még több teljesen kiszolgáltatott, mert aki segélyből vagy nyugdíjból él, már nyugdíj segély, csak hogy tisztába rakjuk ezt a kérdést, az a segély egyik fajtája. Tehát aki segélyből él, az egy teljesen kiszolgáltatott ember. Oké? Okay? Jó? És ugye, hogy még több teljesen kiszolgáltatott ember legyen. Tehát csak azért mondom ezt, hogy nem élhetsz olyan életet, mint amit eddig éltél. Tehát nézzük tovább, milyen létszükségletre van még az embernek szüksége. Még egyszer mondom, a létszükséglet, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen az ember. Ehhez tudás kell, gyakorlati tudás, az imént beszéltem róla. Olyan módszerek, amivel az ember rendbe tud hozni dolgokat, vagy el tudja érni azt, hogy ne történjenek problémák. Itt van, azt mondja, hogy élethelyzetek helyes kezelése, a problémák megoldása, illetve megelőzése, tehát hogy az ember képes legyen arra, hogy a problémáit megelőzze. Ilyen tudásra van szükség. Magyarul kérdezem én, az ilyen tudás ma ebben a világban nem létszükséglet? És hol találsz rajtunk kívül ilyen tudásra? Oké? Okay? Sehol. És ugye ez ki van egészítve ez a tudás azzal, hogy nem tévében reklámozunk, nem is fogunk, nem rádióban, nem újságokban, te mint tanuló reklámozhatsz, és ha a reklámozásod sikeres, akkor azután pénzt
kapsz, addig, míg ő itt tanul. Márpedig én azt mondom neked, hogy én egy életre szóló tudást tudok neked nyújtani. Tehát addig, míg meg nem halsz, itt tudsz tanulni. Világos ez? Ha még élsz 60 évet, akkor 60 évet fogsz tudni itt tanulni. Oké? Ami azt jelenti, hogy addig, ameddig pénz van, addig, ameddig jövedelem van, addig a tanulók jövedelme, vagyis a tanulók tandíja után jövedelmet tudsz kapni. De nem csak a saját tanulóid után, hanem amekkora csoport létrejön tőled kiindulva, tehát minden tanuló hozhat tanulót, nem kötelező, ez egy lehetőség. Aki nem hoz tanulót, most néztem meg ma, a tanulók 20%-a hozott tanulót. Oké? A 80%-a egy fia tanulót sem hozott. Oké? Tehát ma néztem meg. Ez egy mai hivatalos adatunk. Oké? Ennél rosszabbra számítottam, én azt hittem, hogy ez egy olyan 10% lesz. Közben duplája. De van egy Pareto elv. A Pareto elv azt jelenti, hogy az emberek 20%-a hozza az eredmények 80%-át. Oké? Ez a Pareto elv. Na most nálunk az emberek 20%-a hozza a 100%-at. Duplán Pareto elv. Oké? Ami azt jelenti, hogy ez a 20% saját indítatásból szervez, és plusz jövedelmet termel magának, sőt, aki belehúzott a szervezésbe, az ebből él. És jobban, mint valaha bármiből. Ezt csak úgy mondanám. Tehát egy olyan vállalkozási lehetőség is egyben, ahol viszonylag alacsony, sőt, a vállalkozásokhoz képest a legalacsonyabb a költség. Érted? Mert nem csak az számít, hogy mennyi a bevétel, hanem az is számít, hogy mennyi a kiadás. Sokra megy sok vállalkozás azzal, hogy hú, mekkora bevételeid vannak, és mennyi a kiadásod. Mert itt ugye alacsony a kiadás. De a bevételnek nincs felső határa. Annyi a bevételed, amekkora a csoportban lévők száma, akik itt tanulnak. Érted? Mert annak arányában van a térítés. Mi így reklámozunk. Ezt úgy hívjuk, hogy szájreklám. Miért szájreklám? Mert ha szervezni akarsz, és nem beszélsz velük, akkor rossz lesz a statisztikád. Ha beszélsz velük, akkor százszor jobb lesz a statisztikád. Szó szerint értsd, de százszor jobb lesz. Érted? Tehát figyelemfelkeltés és beszélgetés az emberekkel. Szájreklám. És így fizetünk. Van, akik úgy csinálják, hogy nem beszélnek velük. De ott rossz a statisztika. Az eredményesség kicsi. Szóval, ez csak egy lehetőség. Evel lehet élni, vagy nem kell vele élni, semmi gond nincs ezzel. Mert mondom, látjátok, mindössze csak a 20% él vele. Illetve nem. Mert vannak, akik szerveznek, csak még nincs eredményük. De én most azokról beszéltem, akik eredménnyel szerveznek, vagy szerveztek. Oké? És tanulok. Pont 20%, illetve 20, és egy pici, nagyon pici százalék. Jó? Tehát
gondoljátok végig, hogy ez egy olyan plusz jövedelem lehetőség, ami ezeket az inflációs terheket le tudják venni a válladra. Érted? Én egy lehetőséget mondtam el neked, élsz vele, nem élsz vele, te tudod, hogy mit csinálsz, de azért szeretném elmondani, hogy a Földön 2035-re aranykornak kell lennie. És akkor mondom tovább, hogy jó, ez most, és ugye azt is szeretném mondani, hogy van kapcsolatom azokkal, akik az aranykort akarják a bolygón, azok nem emberek, jó? Hanem szellemlények, méghozzá a mi értelmezésünkben istenek, és egy új korszakot írunk 2012. december 23-tól. Már az emberiségnek nem kéne léteznie ettől az időponttól. Azért létezik az emberiség, mert sok a jó ember, és akkor mi már ezzel foglalkoztunk, amivel foglalkozunk. Oké? Tehát már az embereknek tudást adtunk el. Ezáltal a fentiek látták azt, hogy mivel sok a jó ember a bolygón, ugye gyakorlatilag az emberiség 80%-a az a jó emberek kategória, és ők lehetőséget láttak abban, hogy itt legyen aranykor. Oké? És erre adtak egy végső dátumot, 2035. És lényeg az, hogy ezt a feladatot kell végrehajtani, hogy 2035-re ezen a bolygón aranykor legyen. Mert ha nem lesz aranykor, a bolygón nem lesz aranykor, oké? Ez nem azt jelenti, hogy az egész emberiség kerül be az aranykorba, oké? Egy része kerül be az aranykorba. Hogy ez mekkora része, ez tőlünk függ. Senki mástól. Tőlünk függ. És ha bekerülnek az emberek az aranykorba 2035-től, akkor ez a bolygó megmarad. Ha nem kerül, de hát nem lesz itt aranykor a bolygón, akkor ez a bolygó nem marad meg. Hiába van pici gyereked. Világos ez? És 2035 azért nem olyan soká lesz, mert 12 év múlva. Oké, illetve 13, bocsánat. Jó? Tehát aki nem akarja a szellemi fejlődést, lelki fejlődést, az 2035-öt nem fogja megélni. Világos ez? Akárhány éves. Nyilván a gyerekek esetében azért más a helyzet, mert ott a szülők számítanak. Ha a szülő fejlődik, akkor a gyerek is bejut. Semmi gond ezzel. De kiskorú gyerekről beszélek, nem felnőtt gyerekről. Jó? Tehát te kaptál egy utolsó esélyt. Ha most hallgatsz először, vagy hallgattál eddig már tőlem előadásokat, és még nem vagy tanuló, akkor is kaptál egy utolsó esélyt. Ha már tanuló vagy, akkor is kaptál egy utolsó esélyt. Én nekem is ez az utolsó esélyem. Ami azt jelenti, hogy nincs más esély a tanulásra és az aranykorba jutásra. Érted? Nekem sincs, másnak sincs. Tehát a bolygón jelenleg nincs más esély. Érted? Tehát vagy tanulunk együtt egy csapatban, közösen, ahol ráadásul még jól is érezzük magunkat, ahol egy közösségben vagyunk, ahol szépen fejlődhetünk, ahol segítjük egymás fejlődését, vagy kimaradsz belőle.
és hogy boldogan nem fogod élni a hátra lévő életedet, az hód biztos. És nem azért, mert ezt Szedlacsik Miklós mondta, én csak közvetítem azt, amit küldenek információt. Tehát itt már nincs az, hogy simogassuk a lelki világodat, hát ha valami változást elérünk. Itt már bele kell mondani a szemedbe, hogy kezd el a változást. Érted? Mert különben nagy bajba kerülsz. Mert évtizedeken keresztül az előadók, a képzéseket tartó emberek simogatták az emberek lelki világát. Hát, ha változnak valamit. És mennyit változtak? Jó irányba. Ha változtak, rossz irányba. Oké? És ha tőlem hallasz kemény dolgokat, a saját érdekedbe mondom. Oké? Nem azért, hogy bántsalak, azért, hogy észbe kapj. Érted? Szóval azoknak lesz jó világ a jövőben, akik tanulnak, fejlődnek. Akik nem, tehát fejlődnek. Csak a tanulás véget lehet fejlődni. Én nem láttam eddig életemben más fejlődést, pedig hát közvetlenül olyan 100 000 emberrel foglalkoztam már. Tehát akik itt voltak a csapatomban. És én nem láttam más lehetőséget a fejlődésre. És itt nem az anyagi fejlődés a kulcs, az csak egy részlet. Részlete az egésznek, egy kis részlete, érted? Tehát az ember úgy működik, hogy ha szellemi fejlődésen indulsz át, akkor a pozitív teremtésed megnő. Világos voltam? Ha nem élsz vissza, nem kezdesz etikátlankodni, nem élsz vissza a tudással, akkor a teremtő erőd megnő. Ezért tanulod itt nálunk az etika coach keretében, kócsképzés keretében az etikát. Soha nem látott részletességgel. Sehol máshol nem találkozol ilyen részletes etika kócsképzés, vagy etika képzéssel. Még ott se, ahol én tanultam. Még ott se. No, hát ennyi fért bele itt az első részbe. Legyél tanuló, a legkedvezőbb feltételekkel tudsz itt tanulni. Tudod nézni élőben az előadásokat, tudod felvételről nézni az előadásokat, tudod tévén vagy rádión nézni, hallgatni az előadásokat. És tudod a helyszínen az előadásokat nézni. És a legkedvezőbb ár-érték arányban, amit csak létezik a bolygón, amit csak képzést nyújtanak bárki a bolygón, nálunk a legkedvezőbb árértékben a tudás. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Igen, ezt én az... kijavít, igen, hogy az apósomnak. Igen, ezt még nem hangsúlyoztam ki, hogy én ugye Gergőnek a felesége vagyok, és igen, most már Szedlacsik családtagjaként Miklós az apósom. És alá is tudom támasztani a szavait, hiszen én, mikor megismertem, akkor még nem ismertem Gergőt sem, nem is a felesége voltam. Ez volt több mint 5 éve. Én megismertem a Miklóst, mint tanító, mint előadó, aztán megismertem a fiát, aztán lettem ugye a felesége, és most már mint magánember is, mint a Szedlacsik család tagja is megismertem, és alá tudom támasztani, hogy magánemberként is, és mint tanítóként is nagyon példamutató ember. Érdemes a tanácsait megfogadni, hiszen ő azért mondja, mert segíteni szeretne. Nem azért, hogy bántson minket. Nekem is néha volt olyan, hogy emlékszem, hogy tanácsolt valamit, és azért se csináltam úgy. Aztán persze,
hát nem azt mondom, hogy megütöttem a bokámat, de nem jöttek sem az eredmények. Hát mondjuk úgy, hogy lefelé tartott az életem. Ahogy újra hallgattam a tanácsaira, jöttek az eredmények. Elkezdtem boldog lenni, elkezdtem értékelni önmagamat, és neki köszönhetem valóban, hogy az önbizalmam, önértékelésem visszaépült, és mint magánember, és mint tanító is. Én nagyon becsülöm, és a példaképemnek tartom. Még akartam valamit mondani, de közben elfelejtettem. Szóval életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a Nyílt Akadémiára a tanulást, és elkezdtem a tudást is használni, illetve gyakorlatba vinni. Érdemes, és szerintem kezdjetek ti is hozzá, csak javasolni tudom. És ha tetszett nektek az előadás, vagy régóta hallgatjátok az előadásokat, szerintem hozd meg a legjobb döntést az életedben, és kezd el a képzéseket. Hiszen nagyon jó dolgokat tanulhatsz itt, rendbe teheted az életedet is, és nagyon kedvező a tandíj. Szerintem nagyon megfizethető áron, óránként 330 forint, azaz egy hónapban 30 óra, ez 9800 forint, és az első hónap ettől eltér, ez 660 forint óránként, ez azt jelenti, hogy 19700 forint. Én javaslom, hogy vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, vagy aki szimpatikus számodra a PPH-sok közül, és kezd el a képzést. Nem vagy egyedül, számíthatsz ránk, illetve Szedlacsik Miklós mesterkócs azért van, hogy segítsen minket az aranykorba. Ha neked is tetszik és egyetértesz vele, csatlakozz hozzánk. Most pedig szünet következik, személyiségfejlesztő kócsképzésünk, amelyen szeretettel várunk. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönöm szépen!